Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket a Boldog Mondásokról szóló sorozatunk harmadik előadásához érkeztünk. 8 boldogság áll előttünk, amelyből már 2-t áttekintettünk, és az a feladata ennek a sorozatunknak, hogy lássuk világosan, hogy hogyan lehetünk boldogok a bibliai tanítások szerint, hogyan épülnek egymásra ezek a boldog mondások, amelyeket Jézus mondott el a hegyi beszéd kezdetén. Az első boldog mondás így hangzott, boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyeknek országa. Elmondtuk, hogy ahhoz, hogy boldogok legyünk, kell az emberben, hogy kifejlődjék egy bizonyos fajta nyitottság, egy bizonyos fajta keresés, hogy ne legyünk megelégedve önmagunkkal, hogy ne tartsuk magunkat gazdagnak, akiknek semmire nincs szükségük, hanem hogy nyitott, őszinte, kereső emberek legyünk, akik keressük az életünk értelmét és boldogságát. Az az ember, aki kereső ember, az az ember, aki az élet értelmére kereső ember, az előbb-utóbb látni fogja a keresése közben, hogy az élet értelmének és boldogságának legnagyobb akadálya tulajdonképpen önmagában van. Rá fog jönni a hibáira, a fogyatékosságaira, az önzésére. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. A második boldog mondással Jézus kifejezte, hogy azok lehetnek boldogok, akik már látják a hibáikat, akik már látják az esendőségüket, fogyatékosságaikat, akik bemerik ismerni, hogy hibáztak, hogy tévedtek, akik a másik embertől bocsánatot mernek kérni. Ezután jön a harmadik boldog mondás, ami a mai esti előadásunknak a tárgya, és megkérdezném önöktől, kedves nézőink, vajon önök mivel folytatták volna ezeket a boldog mondásokat? Az az ember, aki nyitott ember, kereső ember, és aki már érzékeny a hibáira, a vétkeire, annak az embernek az életében mi kell, hogy kifejlődjék, hogy úgy mondjam, szükségszerűen? Azt gondolom, hogy az, hogyha magunkban látjuk a hibákat, akkor ha a másik emberben észrevesszük a hibákat, és hát ki ne venné észre, és a kis gyermekkorától fogva ki ne látná jobban a másik emberben a hibákat, mint önmagában. No, de most jön a harmadik boldog mondás. Tehát aki észreveszi önmagában már a hibákat, az mit tesz majd akkor, amikor a másikban is észleli ugyanazokat a hibákat? Azt gondolom, hogy nem lesz kemény, durva, vádoló, kritizáló lelkületű ember, hanem megértővé válik, hiszen látja, hogy amit a másikban látok, mint hibát, az én bennem is megvan. Nem tudom, hogy önök hogy vannak ezzel, én ezt szűrtem le életem egy-két évtizede során, hogy amit másokban hibákat észreveszek, az szinte már mind megláttam önmagamban. Talán nem olyan formában, nem olyan fokon, de hát hogyha ez így van, és ezt látjuk, ezt tapasztaljuk, azt gondolom, hogy ez a felismerés arra kötelez, hogy a másik ember iránt megértőek legyünk. Ezért a harmadik boldog mondás így hangzik. Boldogok a szelídek, mert ők örökségül bírják majd a földet. Vagyis kialakul az ember életében a szelídség, a megértő lelkület, a nem visszavágó, az rajtunk esett sérelmeket nem megtoroló lelkület. Boldogok a szelídek, mert ők örökségül bírják majd a földet. Kedves nézőink, nem vagyunk szelídek, egyikünk se szelíd. Született természetünk szerint, így mondja a Biblia, a harag fiai vagyunk. Jézus különösképp két tanítványt nevezett így, Jánost és Jakabot, testvérek voltak, a Boanergész fiainak. Ez magyarra lefordítva annyi, hogy a mennydörgés fiainak. Nagyon haragosak voltak. Nem azért voltak haragosak, és nem mindig az a haragos ember, aki indulatilag nagyon kemény és durva ember. Igazságszerető emberek voltak. Tettem erre már megjegyzés sorozatunk eddigi adásain is, hogy sokszor az igazságot nagyon szerető emberek észrevétlenül csúsznak bele a haragba. Ilyen volt Mózes. Mózes indulatos ember volt, leütött egy egyiptomi rabszolgafelügyelőt, gyilkosságba keveredett. Azért, mert igazságszerető ember volt, mert látta, hogy az egyik honfitársát teljesen igazságtalanul bántja az az egyiptomi. De milyen megdöbbentő dolog, hogy valaki, egy igazságszerető ember kegyetlen, durva tettekre ragadtatja el magát. De milyen vigasztaló az a Bibliában, hogy Mózesből, ebből az indulatos, lobbanékony emberből olyan szelíd ember vált, mint amilyet nem hordott a föld a hátán.
óriási kijelentése a Bibliának, hogy mindannyian megváltozhatunk, mindannyian szelíd emberekké válhatunk. Jakab levele első fejezet 20. verse ezt mondja, ember haragja Isten igazságát nem munkálja. Tehát, hogyha az ember igazság szerető is, ha az ember igazságot akar az életben, az igazság érvényesülésért él és dolgozik, de azért azt jól jegyezzük meg, hogy ember haragja Isten igazságát nem munkálja. Haraggal nagyon kevés ügyet lehet megoldani. Gyűlölködéssel, nagy akaraterővel, nagyon sok dolgot halmozunk össze, mint rossz dolgot, és nagyon kevés problémát tudunk megoldani. Ezért az óriási szabály, a nagy törvényszerűség a Bibliában, amelyet a Római Levél 12. fejezet 21. verse mond ki, hogy ne te győzettessél meg a gonosztól, a gonoszt is jóval győzd meg. Kedves nézőink, ki az, aki meggyőzetik a gonosztól? Az, aki az őt ért sérelmekre visszavág, akit ha bántanak, akkor ő is oda vág egyet a másik embernek. Ez vereség, ez legyőzetés. Ne te győzettessél meg a gonosztól, a gonoszt is jóval győzd meg. Az életnek nagy törvényszerűség ez, ha nem a legnagyobb törvényszerűsége. Ne te győzettessél meg a gonosztól, a gonoszt is jóval győzd meg. Ahhoz, hogy szelíd emberekké váljunk, először a gondolkodásunkban kell, hogy változás bekövetkezzék. Először ezt át kell gondolnunk, hogy haraggal, gyűlölettel semmit nem lehet megoldani ezen a világon. Először ezt végig kell gondolnunk, és ehhez kell egy döntő példa, akit a Szentírás állít elénk. Aki szidalmazván, viszont nem szidalmazott, szenvedvén nem fenyegetődzött, hanem hagyta az igazságosan ítélőre. Még egyetemisták voltunk, kollégiumban laktam egy mongol és egy vietnámi szobatárssal, akkor vettem először 20 éves koromban Bibliát magamnak, emlékezem a napokra is, hogy hazavittem a Bibliát, föltettem a polcra, nem nagyon olvasgattam, hiszen nem tudtam, hogy hol kezdjem el. Néha a mongol szobatársam kérdett, néha a vietnámi, néha ők itt vagy amott lapoztak bele. Ezek a Biblia versek tűntek elénk. Ezek voltak a Bibliának legelső kijelentései, amelyek engem nagyon szíven ütöttek. Ember haragja, Isten igazságát nem munkálja. És az, hogy volt valaki, aki szidalmazván, viszont nem szidalmazott, szenvedvén nem fenyegetőzött, hanem hagyta az igazságosan ítélőre. Akkor 20-21 néhány éves koromban kezdtem ezen elgondolkodni, hogy lehet így is élni. Lehet ilyen gondolkodással élni, érvényesülni. Lehet így valóban a hétköznapokban két lábbal e földön járva egy bizonyos életvezetést folytatni. Nem máról holnapra ment ez. Egy folyamat eredményeként, csak nem 10 év küzdelme során jutottam arra a meggyőződésre, hogy lehet, de ahhoz kell egy bizonyos fajta megnyugvás, egy bizonyos fajta nyugalom abban a valakiben, aki felajánlja ezt az életet, aki mint egy alternatívát nyújtja ezt az életet, hogy eddig haragfiai voltatok, eddig dühösködtetek, visszavágtatok, próbáljátok meg, hogy éljetek úgy, ahogy én megmutattam a földi életem során. Én szidalmazván viszont nem szidalmaztam, szenvedvén nem fenyegetőztem, hagytam az igazságosan ítélőre. Igen, Jézus Krisztus mondta ezt életének egyik nagy tanításaként, Máté evangélium a 11. fejezetében, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztak titeket. Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek, mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű. Kedves nézőink, úgy gondolom, hogy ha megismerünk valakit, aki erre példát ad, aki azt mondja, hogy megfáradt és megterheltetett embereket vár, és ő nyugalmat tud adni, ő be tudja mutatni azt, hogy hagyjuk az igazságosan ítélőre azokat a kérdéseket, amelyeket nem tudunk megoldani, ne használjuk ott az indulatot, ne használjuk a haragot, valaki majd érvényt szerez az igazságnak és a jónak. Milyen érdekes,
hogy Jézus maga, amikor elmondta a 8 boldogságot, ezt a harmadik boldog mondást tulajdonképpen visszaidézte. Ez nem az ő tulajdon kifejezése volt. Ezt az Ószövetségből idézte vissza, akiknél van Biblia, láthatják, hogy ott van a jelzet, a 37. Zsoltárból idézte vissza. A 37. Zsoltárban Dávid önmagát nyugtatja, és azt mondja, hogy ne bosszankodjál az elvetemültekre, ne irigykedjél a gonosztevőkre, mert mint a gyönge növény elfonnyadnak és elvesznek. Te bízzál az Úrban, és jót cselekedjél, a földön lakozzál, és hűséggel élj. Kerüld a rosszat, jót cselekedjél, és megmaradsz örökké. Ilyen hatalmas felismerésekre jut Dávid. És eközben a 37. Zsoltár egyik versében mondja ki ezt, 1000 évvel Jézus előtt, hogy a szelídek öröklik a földet, és gyönyörködnek rajta nagy békességben. Kedves nézőink, tudom, hogy ma nem a szelídeké a föld, sőt, ellenkezőleg. Ma ezt mondhatnánk, hogy az erős szakosoké a föld. Beszéltem már sorozatunk keretében többször arról, hogy a mai világ lényegileg két magatartás formát ajánl fel az embereknek. Az egyik, hogy legyél agresszív, hogy két könyökkel, csalafinta, ésszel mindent verekedjél ki magadnak, érvényesülj, ahogy tudsz a dzsungel törvénye szerint, legyél belemenős és agresszív. A másik véglet, ezzel ellentétes véglet, amit a világ sajnálattal ugyan, de föltállal az embereknek, hát ha nem leszel agresszív, akkor ott vár a depresszió, ott vár az, hogy téged el fognak nyomni, és hát akkor jönnek a lelki problémák, a lelki bajok. Mikeás könyvéről szólva emlékeztem meg sorozatunk keretében, hogy aki értelmi meggyőződése jut a keresése nyomán, a saját hibáinak a meglátása nyomán, eljut odáig, hogy boldogok a szelídek, mert ők örökségül bírják a földet, az az ember nem lesz agresszív, az nem törekszik agresszióra, de nem is lesz depressziós. Az az ember valakire néz, valakire tekint, aki segíteni tud neki az életben, aki valódi segítséget tud neki felajánlani, aki azt mondja, hogy ha az én törvényeimet követitek, akkor boldogok lesztek. Ha rám tekintetek, ha én vagyok a példátok, aki szidalmazván viszont nem szidalmazott, szenvedvén nem fenyegetőzött, hagyta az igazságosan ítélőre, akkor az életetek célhoz fog érkezni. És bár most a világ nem a szelideké, bár most a világ az erőszakosoké. Olyan a helyzet, mint az özönvíz előtt, amelyben azt olvassuk Mózes első könyve 6. fejezet 11. versében, hogy megtelt, betelt a föld erőszakoskodással. Jézus visszaidézte ezt a nagy apokaliptikus beszédében, és arra hivatkozott, hogy ahogy a Noé napjaiban volt, olyan lesz az emberfia eljövetelének napjaiban is. Betelik a föld erőszakoskodással, de mégis ez a föld majd a szelideké lesz. Amikor Jézus eljön, és kiveszi a kemény és durva kézből e föld irányítását, Jézus örökségként ezt a földet azoknak adja, akik itt a kemény, agresszív földi életben nem álltak be a sorba, hanem végezték a munkájukat, élték az életüket úgy, ahogy emberhez méltó. Nem visszavágva, nem megtorolva, megértve, telve együttérzéssel és empátiával, mert ha az én életemben olyan sok a baj, a másik ember életében is az a sok-sok baj ott van, és ő is küzd azzal, hát én segíteni akarom ebben a küzdelmében. Én segíteni akarom a másik embert, hogy győzzön, ahogy én is ezt várom el magam számára, hogy én is győzzek. Vörös Sándor gyönyörű kis versikéje kívánkozik a röpke előadásunk végére. Ez a versike arról szól, hogy a világon így akarnak nagyok lenni az emberek, fölfelé törtetve és kapaszkodva, ahelyett, hogy így lennének nagyok, mindenki szükségletét figyelve és segítve szolgálva a másik embert. A Rongyszőnyeg 13. darabjaként megjelent verset Pilinszky János a magyar költészet egyik legszebb, a 20. század legszebb versének nevezte, mindösszesen 8 sorból áll. Én is világot hódítani jöttem, s magamat meg nem hódíthatom. Csak ostromolhatom nehéz kövekkel, vagy ámíthatom és becsaphatom. Valaha én is úr akartam lenni.
ó, bár jó szolga lehetnék, de jaj, szolga csak egy van, az Isten, s uraktól nyüzsög a végtelenség.